Gútán már nagy izgalommal készül mindenki a hagyományos vásárra, amely még talán soha nem volt annyira sokszínű, mint amilyennek most ígérkezik. Nagy erőkkel készülünk erre a gútai vásárra. Szeretnénk, hogyha minden úgy sikerülne, ahogy mi azt elterveztük. Sok program, gazdag program lesz. Én nagyon remélem, hogy nem csak a gútaiak, hanem minden ide látogató jól fogja magát érezni ebben a három napban. Úgyhogy mindenkit sok szeretettel várunk Gúta városába. A gyermekeknek ingyenes légvárat, játszóházat biztosítanak, és egy strandröplabda pályát is felállítanak a város közepén, amely mellett a sportban vagy a vásári forgatagban megfáradtak, koktélpartin hűsölhetnek, de tartanak kézilabda bajnokságot is. Idén először rendezik meg a Borvirág utcát a rendezvény keretében. Bemutatkoznak a kistérség legnevesebb borászai, kézműves sajtokat, finom házirétest is lehet majd vásárolni. Tudjuk nagyon jól, hogy igaz, hogy Gúta nem hagyományos értelembe vett szőlőt termesztő vidék, azonban Csallóköztől nem nagy távolságban, akár ha nézzük Komáromot, akár ha vesszük Szentpétert, akár ha vesszük Kürtöt, itt mind-mind a környékünkön neves és jó bortermelők vannak, akiket meghívtunk erre a Borvirág utcára, akik majd biztosítani fogják a kóstolót számunkra. Kulturális rendezvényeket is tervezünk a Borvirág utcában. El kell mondjuk, hogy Gubik Magdolna nóta énekesnő több fesztiválon díjnyertes énekesnő fog pénteken énekelni, nótázni, majd természetesen instrumentális zenét is fogunk hallani az egész nap folyamán, és a szombati nagy meglepetésünk az pedig a Ritka Magyar Folk Band, amelyik szintén fel fog lépni. A zenei paletta is nagyon színes, mint mindig. Színpadon köszönhetjük a szlovákiai magyarok által közkedvelt, és azt hiszem nem csak szlovákiai magyarok által közkedvelt, hanem egész magyarság, kárpát-medencei magyarság által közkedvelt Romeo Vérzik igazi dirty rock zenekart. Ezt követi pedig egy legenda újjáéledése a Dinamit együttes színpadra lépésével, aki ugye 80-as évek legendás magyar zenekara volt. Szombati napon kiemelném a késő esti záró koncertünket, amikor a Hooligans zenekar lép színpadra. Azt hiszem, hogy a legnagyobb tömeget ez a koncert fogja vonzani. Vasárnap pedig a kisgyerekes családoknak is szeretnénk kedvezni az Alma zenekar koncertjével a késő délután órákban, este pedig hagyományosan a népzenei folk rock ké az este, és most a Skéti a zenekar koncertjére invitáljuk be a kedves látogatókat. A részletes programot megtalálják Gúta város honlapján, a www.kolarovo.sk oldalon. Mindenkit szeretettel várnak a nagyszabású rendezvényre augusztus 10-e és 12-e között. Televízne vysielanie je súčasťou projektu pod názvom Informácie o cez hranicu v prihraničnom regióne Post-Danubí Crossing Borders by Information in the Post-Danubí Border Region, ktorý sa realizuje v rámci programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika. Az elkészült műsor az információval a határon át a Ponsz-Danubi régióban Crossing Borders by Information in the Ponsz-Danubi Border Region című projekt részeként a Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program támogatásában valósul meg.